ilyen mesevilágba képzeljem magamat, hogy még mai napig is a pszichológusi gyakorlatomban játszunk olyat, hogy képzeljük el, hogy egy varázsszőnyegen repülünk, választ ki hova. Hát ilyeneket szoktunk úgy csinálni. Van-e, aki most van először pszichoszínházban? Igen? Akkor őket is szeretettel üdvözöljük, és épp ezért el kell mondanom, hogy én kitalálom a témát, kitalálom a jeleneteket, jól rosszul, kitalálom a karaktereket, hogy mit fognak játszani a színészek, a konfliktusokat, és akkor hívok két színészt, vagy előbb hívom a két színészt, és konkrétan rájuk találom ki, és mindaz, ami itt történik, az improvizáció, tehát ezt én nagyon komolyan gondoltam, hogy csak egyszer látható, a láthatatlan, vagyis ami ma itt történik, az egyszer és csak is nektek, csak önöknek, csak most kész. Ez megismételhetetlen élmény lesz. Na, hát akkor bemutatom a színészeket, biztos mindenki ismeri őket, ő a Lovas Rozi. Ő a Gyerek Feri. Nem játszottak már a pszichoszínházban, de együtt először játszanak, sőt egyáltalán a szakmában először játszanak együtt, és mindig velünk hegedül Bolna János. És már kezdi is. Szegény ember olyan nagyon szegény volt, hogy igazából nem is tudta, hogy van-e értelme az ő életének. Igazából annyi mindent megpróbált, hogy az élete változzon. Próbált dolgozni, pénzt keresni. Ma vacsorázunk, apa? Cukorkát. A tegnap is összecsöreztük. És még azt is fogunk. Napokig. Ez van. A mennyek a közérbezárás után, hát maradt más is, mint cukorka? Adunk hitelt a közérbe. De nem mint állam, hanem én lejárt, azt múltkor is odaadta, azért adtak oda cukorkát. Próbáld meg kincsen. A legnagyobb lányával szokta megbeszélgetni a feladatokat, egy másik három kicsi gyerek is volt otthon. Drága jó apám, a nyomdásznak adtál. Olyan szakma volt a kezembe, képzeljék el, ami egy nagyon szép ősi szakma. De hát jött ez a hülye számítógép. Azt annyi. Nem értek semmihez. Fát tudok még hordani éjszakánként. Csak az a baj, hogy fáj a dereka. Hát kidobtak onnan is. Látták a Szomszédok című teleregényt? Abba is volt egy szereplő. Az is hasonló volt. Ő sem vághatott fát, meg nem is cipelhetett. Aztán Feri volt, az is. Hát most itt vagyok. Feri bácsi sokszor sóhajtozott. Feri. Rózsika. Feri ki? Rózsika. Vigyázzok a gyerekekre? Rózsika, hol vagy? Feri.
Csak az álmaimban jelentél meg. Hol vagy? Van minden évben gyerekeknek, Feri? Dolgozol rendesen? Hát, Rózsi. Nem eszünk. Pontosabban tésztát eszünk, amit látod. Tudod, hogy a nutellás palacsint tartott velük. Igen. Próbáltam elhitetni velük a kakaóporról, hogy ez nutella, de nem hitték, nem? Feri, ugye tudod, hogy a kakaóporról nem tudod elhitetni velük, hogy nutella? Tudom. Olyan, mint te itt lennél. Már csak ott lehetnék még veletek. Elmondod, hogy miért csináltad? Feri, van mit ennék a gyerekeknek? Miért csináltad? Miért hagytál itt minket? Ugye tudod, hogy soha nem szabad, hogy érezzük. Muszáj volt átfutnod a vonat előtt? Kérlek, válaszolj! Ezt sose tudom. Egyi bácsi még azt is megkérdezte volna, hogy jobbra fordul-e vajon a sorsuk. Lehet, hogy legközelebb meg fogja kérdezni. Rózsika! Rózsika! Itt vagy, Rózsika. Mamó! Magad, ja, Feri bácsi. Jól tudom. Igen, hallom, kicsoda. Na hát én itt a Szomszédos Egyesületről jöttem, és már sokat hallottunk magukról, meg a négy kicsi gyerekről, és úgy döntöttünk a többiekkel, hogy vagy összedobunk egy kis vacsorára valót, vagy talán elég lesz még akár a hétre. Az, ami ez volt, ez mindenki kamera, Nem. Ez a Jót Siól Egyesületünk nem olyan régóta működik, és gondoltuk, hogy hát olyan közel vannak, és olyan aranyosak azok a gyerekek, és hogy ott úgy láttuk, mint hogyha már hetek óta csak cukortát vacsoráznának, és gondoltuk, hogy esetleg egy kis banán. És akkor a piciknek pedig, hát hoztunk egy labdát, ez csak úgy ott volt, persze, és ezeket mind meg lehet enni. Gyerekek! Gyerekek! Jó, nagyon remélem, hogy el fog fogyni, meg lehet kóstolni, úgyhogy... Remélem, hogy sikerült örömet szerezni. Meg kell lenni mindegy gyorsan. És akkor, jó? És tetszik még jönni? Jövünk majd, igen. Próbálunk figyelni mindenkire, ahogy lehet. Mikor tetszik? Ez az első ilyen nagy akciónk. Majd figyelgetjük, jó? Hogy milyen gyorsan, meg milyen arányban fogy, mit, hogy szeretjük. Ez azonnal el fog fogyni. Jó? Jó étvágyat kívánok. Viszlát! A következőben azt fogjuk látni, hogy ez a bizonyos tündérke, ez a szociális munkás, ez is ember, de neki is vannak problémái. Például pszichológushoz jár időnként, az én leszek. Tartási kötelezettsége. Jó, bocsánat. Mostanában egy kicsit felbegyek. Múltkor is, amikor egyszer beszélgettünk a menstruációs görcseidről, hát nyilván nem volt itt senki. Jaj, azt csak mi tudjuk. Ez nem is lenne valami nagy baj, vagy azt nem is van érdekelni, csak mostanában valami... Nem tudom, vagy azt hiszem, hogy...
Na mondjad. Tudjuk, hogy nem tudom. Olyan, mint a folyton nézne valaki. Én tudom, most néznek. Mert meg szeretném érteni, hogy mit akarsz mondani. Mi baj? Azt tudom, hogy te nézel. De nem érted? Nem. Hogy nem te, hanem valaki, aki nincs itt. Ha nem? Nem tudom! Jó, nem tudom, hogy mitől van. Érted? Próbálom, az a dolgom, hogy ne értsen. Tehát mostanában azt él... Mi van, bolha már a székel? Hogy nem is látom igazán. Nyilván nem tud repülni egy személyek magától. Figyelj, gyerekeim bámoznak, és lehet, hogy ő ilyen dalit elolgatta. Biztos híreskednek, na mindegy. Ja? Uh-huh. Na mindegy, csak nem tudom, ez ilyen fix ideje talán szabadon mondja. Minden pillanatban figyel valaki. És ez nem tudom, hogy mitől van, attól van, hogy... Mitől van? De most ez mit okoz nálad? Beszéljünk arról. Ideges vagy? Ideges vagy? Azt látom. Hát hogy ne lennék ideges, akkor azt érzem, hogy valaki figyel. Érzem, hogy otthon vagyok. Érdekes komuk, és az volt, hogy így... Próbálok vagyok, hogy... Készültem lefeküdni, és akkor szültem le, és akkor csináltam a sok szokásos esti rutint, és effektíve azt éreztem, hogy valaki fekszik az ágyamban. Ja. És elmentem lefeküdni, és egész éjszaka így átcsapottam, meg mászkáltam. Hogy még hallottam is, hogy hol van. Na most akkor beszéljünk arról, hogy te gyanakszol valami konkrét emberre? Hát... nem. Konkrét emberre, hogy most konkrétan követnek, vagy... Tudom én, a szomszéd, a kertész, a volt szerelmed... De nem... igazából én tudom belülről, hogy ez nem igaz, érted? Tehát, hogy nem egy konkrét emberre gyanakszom, hogy nem is gyanakszom senkire, hanem egyszerűen... Igen. Egyszer egy svéd gyerekkönyv, svéd gyerekverseket tartalmazó kötetben olvastam azt a mondatot, hogy a gyereket nem vigasztalja, ha valaki azt mondja, hogy a sárkányok csak benned van. Ez nem? Mit jelent? Hát azt, hogy most én akármit mondok neked arról, hogy ugyan már nem is vagy kockafejű, meg ne is gondolj ilyenekre, mert ez nem fog segíteni. Tehát igazából most vagy valami szuggesztióval eltávolítjuk ezt az érzetet, vagy rájövünk, hogy valóban van valaki, vagy pedig... Hallottad? Vagy mit? Hát a saját hangomat. Igen, tehát eltávolítjuk szuggesztióval, hogy igazából nem is hallom. Hát ugye eldöntöm, tudom, mindenki annyi mindentől szorul, ideges. Nem hallod, hogy röhög. Hát röhög. Ugye én nem mondom, hát lakótelep, meg minden, de azért annyira nem vékonyak a falak. Jó. Megpróbálom összeszedni magam. Figyelj, azt szeretném mondani, hogyha ez kicsit belül nem... Jó.
Akkor beszélek egy kicsit. Állj már! Pszichiáter kollégával. Ő néha jó, mert csak jó hangulatot csinál. Aha. Akkor lehet, hogy ti ketten vagy? Lehet, hogy én ketten vagyok. Szóval két héten belül nem javul akkor? Igen, mert akkor itt véget ér a bölcsész pszichológusnak a kompetenciája, és akkor lehet, hogy ez egy pszichiátriai probléma. És lehet, hogy valami, nem tudom, mi kéne. De az is lehet, hogy ki fog derülni, hogy igazából mi a történet. Most ilyen kapcsolat fogsz enni, de? Nem. Oké. Van cukor. Nem kérek, köszönöm. Köszönöm segítséget. Akkor majd jövök, hogyha oké, nem volt. Próbálj lenyugodni. Köszi. Na most, ez az én kliensem. Legközelebb elmesélte, hogy a férjével is igen komoly konfliktusaik vannak. Csak úgy a napi szinten. Egyszerű hétköznap. Mindketten sokat dolgoznak, csak mind a ketten nagyon más területen, nagyon más munkabeosztásban. Mi vagy, utolom vagy? Igen. Hívtak vissza a Tózsa utcaiak. Köszönöm. Köszönöm. Csörgött volt, hogy nem fogadott hívásul. Én nem szóltál. Én nem akarom felvenni ezt a telefonot. Igen. Igen, igen. Nem, az még megvan. Igen, igen. 36 négyzetméter. Igen. Szerintem most kéne megnézni, mert nagyon sokan keresik. Igen. 15 millió. Igen. És ez még drágább lesz. Szerintem ezt még most kéne megnézni. Délután, olyan mikor? 2 óra fele. Hova mész? Mert ott vagyok a Ne Felejts utcában. Igen. Onnan át tudok menni. Jó? Jó,